Sziasztok! Halloween alkalmával most egy különlegesebb videóval szerettem volna előrukkolni nektek. Nem szeretem az ijesztő dolgokat, tudom, hogy ez nagy részt erről szól, de hát a beöltözés az lehet gyakorlatilag akármi, ugye? Az aranyos és szép jelmezek kedvelői közé tartozom, és arra gondoltam, hogy mivel gyerekkori álmom, hogy egyszer lehessek hamupipőke, hát itt volt az alkalom. Úgyhogy az álmok most megvalósulnak, és a videó végére én leszek hamupipőke. Annyira várom, hogy lássátok. Fogadjatok sok szeretettel. Hamupipőkéhez megérkeztek a dolgok. Ő itt az organza anyag. Ez lesz a szoknya tetején, és egy nagyon szép ilyen kis csillogást fog majd adni az egésznek. Ő a tüllünk, és ez fogja majd pufibbá tenni a szoknyát. Ez lesz a ruhának az alapja. Úristen, mennyire szép! Egyszer apukám volt nekem egy Szépség és a Szörnyetek Belle jelmezt, és akkor a sikert aratott, hogy egy csomó anyuka azt hitte a farsangon, hogy ez egy nagyon drága jelmez volt, pedig csak itthon ültünk és vartuk, vagyis hát kitaláltam, és akkor apukám megvarta. És szerintem innen jön egyébként ezeknek a szeretete, hogy amikor pici voltam, akkor apu nekem folyamatosan csinált ilyeneket, és nagyon hálás vagyok érte. Ez az a pont, amikor kezdődik az egész, és még nagyon jó kedvem van, még semmilyen káromkodás nem hangzott el, és még nagyon-nagyon lelkes vagyok, semmi akadályban nem ütköztem. Ő lesz itt a kis modellem, mert olyan modellező babám. Olyanom nincs, úgyhogy egy állványomat használom, takarókat, és akkor jöhet az első, ami a kis abroncs. Le kéne mérni mindent, úgyhogy le is fogok. Kb. Ide próbálgatjuk a dolgokat. Gyakorlatilag egy régi, IBS, valaha volt esküvői ruha, és azért lesz nekem nagy segítségemre, mert ez a korszett része, ez a fűzős része már meg van csinálva, és ez alapján tudok majd a kékkel haladni rajta, úgyhogy ezt fogom átalakítani, nem a nullából fogom felépíteni. Elkezdtem levagdosni a tült, és arra gondoltam, hogy rétegezni fogom, így fogom megtűzni. Ez majd nagyon szépen el fogja tartani. És ruha! Ezt ki kell lazítani az ósó csévéléshez. Igen. Most gyom, és akkor csak ezt fog forogni. Ide át. Nyisz. És ezt kiveszem? Igen. Ebbe bele kell tenni. Úgy, hogy a cérnát, azt majd ezen a kis résen. Azaz. Úgy. Így, és okay. Ott kell kijönni ezen a pici ipon. És ez mit csinál, és az mit csinál. És ez mit csinál, és az mit csinál. És akkor elengedem, akkor utána megint megy előre, és így megduplázza a varrás, így biztos nem bomlik szét. De ez nem egy muszáj funkció, mert hogy úgyis varrod körbe-körbe, akkor mindegy. Ennyi. Úgyhogy csak azt kell nyomni, és viszi az anyagot, és kész. Jó, rendben. Köszönöm! Hát nyilván ez nem így fog kinézni, de nagyon szép ez a kék, igazi hamupipőke szín. Szerintetek? Csináltam tülből kettő ilyen fél szoknyát. Ez lesz az egyik ilyen eltartó mini alászoknya. Elvileg, amit kitaláltam, működik. Csináltam egy puhább tülanyagból egy hosszút is. Húzd össze magad! Csinálok még egy szoknyát, ez a hosszabb és a rövidebb között lesz. Méretben is, hosszban is. Teljes egészében felpróbáltam a szoknyát, amire úgy gondoltam, hogy készen van, és további anyagdarabokkal így körbetekeltem még magam, és ahogy néztem a szoknyát magamon, hát nem tetszett. A teteje szépen ráncolódott, az alja viszont feszült, majd itt láttatok róla képeket. Nagyon-nagyon rossz volt, és úgy voltam vele, hogy ezt mindenképp orvosolni kell, és nem marad így ez a ruha, mert el is ment tőle a kedvem.
Úgyhogy újra vartam az egészet, ugyanaz az anyagmennyiség, ami az egész szoknyára elég lett volna, így csak a felére volt elég, de gyönyörűen ráncolódik és pörög, és hát tényleg sok anyag kellett hozzá. A maradék anyag, ami megmaradt, abból vartam még egy plusz részt, és akkor itt-ott még ugye varni kell rajta a két külön szoknya részt, azt egybe rakni, mert érdekesen néz neki, hogyha pörgésnél egy ilyet villantana a dolog. Rávarom a gombokat, amivel lehet majd állítani, illetve egy-két lyukat belőre, ugyanúgy, mint a tüllöknél, és akkor reményeim szerint jó lesz. Bájos segédem. Hello. Csinálom ezt a fűzőstoppot. Első mental breakdown az most van. Nem tetszik. Kezdem előről, mert nem tetszik. Én kétségbe estem, és a komplett családom segít nekem. Illus is ilyeneket segít nekem rajzolni. A kesztyűt elrontottam, sokkal kisebb, mint amekkora kéne, úgyhogy nem tudom idáig mi volt, hogy ennyire flottul ment minden, és most miért nem, de totál káosz van. Te mit gondolsz? Elfáradt, Gabi. Mit gondolom? Kivágtuk a formákat, és hátulról összekezdjük őket varni, és az egyiket már összevartuk, és ha megfordítjuk, majd akkor így fog kinézni ilyen szépen. Ilyen gyönyörű hercegnős lesz, és nem lesz varrás nyoma. Jaj, nagyon szép lesz. Illus a tündér keresztanyom, mert én elakadtam a kis egereimmel. Egerek helyett meg van macskám. Sokat nem segített varni, de itt egy kis aranyos volt végig, ugye? Mit mondtál? Hogy a macska gonosz a hangfülkében. És tényleg. Lucifer, Sütike! Ő is tud ilyen gonosz lenni. Tényleg tud gonosz lenni. Hát hol vannak a jótevő egereim? Ez most probléma. Szerintem idáig csináltuk a szabás mintát, és nem odáig. Úgyhogy, ha nézed, az egyenesen áll, az pedig hullámos, ami hát nem jó jel, mert nyilván a fehér nagyobb. És az a helyzet, hogy végignéztem a szabás mintákat, és van ez a rész, megtaláltam, hogy mi hogy hiányzik, és ez vagy ide van, és akkor ez hiányzik, vagy ide van, és akkor ez hiányzik. Szóval vagy ez a része, vagy pedig ez a része hiányzik, úgyhogy most visszabontom, és megtoldom. 6 centi anyag mínuszban vagyok, ami azt jelenti, hogy nem tudom, mit csináljak. Mit csináljak? Most bontsam vissza az egészet? Leszek olyan hülye és visszabontom, szerintetek? Szétvágom és megtoldom. Megküzdök én ezért a hamupipőke ruháért. Az a lényeg, hogy bármit elhatároztok, nem szabad feladni. Akkor is meg lesz csinálva. Csináltam organzából egy ilyen kis fedő szoknyát, ez gumis lett. Ami még biztosan hátra van, az a kis várrész. Arra gondoltam, hogy nem a kék anyagból, hanem ebből az organzából fogom megcsinálni. Innen szeretném egyébként indítani. Majd nézzétek, milyen szép lesz! Kész van a ruha, úgyhogy most megmutatom minden elemét nektek. Amivel az alapja kezdődik, az egy abroncs. Ez tartja majd szépen nagyban a ruhát. Középhosszú tűlszoknya, hosszú tűlszoknya, ez földig ér, az előző térdig. Rövid tűlszoknya, ez van a legkeményebb anyagból. Kék szoknya, ez ilyen becsatolós lett végül, gombolós. Ezen fölül egy organza csillogós szoknya, kék tetejére, majd a fűzős felső, a szoknya oldalára a kis puffok, tudjátok, ezek vannak a fenék két oldalánál. Hajpánt, nyakpánt, és végül pedig a kesztyük. Na, milyen? A hangyás! Az... Én vagyok, hamupipőke. Hát most már nem látszik, hogy nem valami gyári cucc. Az...
Ó! Tiszta hangfűtőkkel van. Na, milyen? Akkora élmény volt ennek a videónak a készítése, és én még életemben nem vartam semmit, úgyhogy nem is értem, hogy ez hogy maradhatott ki az életemből, hát nagyon király dolog, bármi, amilyen kreatív alkotós, tudjátok, hogy én azt imádom. Egy hónap volt a készítés ideje, és már az első naptól kezdve tűkön ültem, hogy mikor láthatjátok már, és annyira kíváncsi vagyok a véleményetekre, szóval ezt mindenképp írjátok meg a komment részlegben. Annyira imádtam! Illetve még szeretném veletek azt is megosztani, hogy hétfőn indul a Szomszédom Podcast Ilussal, úgyhogy ezt mindenképpen tudjátok hallgatni is, a leírásba találtok majd hozzá linket, illetve az Insta oldalunkat is megtaláljátok, és egy privát Facebook csoporthoz is tudtok majd csatlakozni, amiben különböző témákról kérdezzük majd a véleményeteket, és így ti is beleszólhattok majd az adásokba. Nagyon jó témáink lesznek, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog nektek, ezt ne felejtsétek el csekkolni, és kövessetek be minket. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok! Hát a szobám egy enyhe robbanáson van túl. Hamupipőke felrobbant. Itt érte az éjfél hamupipőkét. Valaki nem szeretne vásárolni egy hamupipőke jelmezt? Kész van!